Nem tudok én megjavulni, józan ember lenni. Nem tudok én úgy, mint mások, este hazamenni. Éjfél után azt az utcát százszor végigjárom. Hisz oda van temetve az én boldogságom. Na, sziasztok, Háda Lóri vagyok. Most egy Aró 10-esért fogunk tudni elmenni. Szerintem ti már ezt láttátok az egyperces videóból. Amúgy nagyon-nagyon jó. Polgárőrségnél dolgozott, és nem láttam még ilyen állapotú autót, főleg nem terepjárót, mert hát tudjuk, hogy azokat ugye nem kímélik. És egy olyan neves napon megyünk most el, hogy mondd meg, Józsi, légy szíves, hogy milyen nap van ma? Mi történt pontosan egy évvel ezelőtt? Hát, hogy fogalmazzak, hogy a feleségem ne haragudjon be? Idióta voltál! Nem. Házassági évfordulóm van ma, az első. És igen, tehát Józsinak a házassági évfordulója alkalmában vásárolok én egy Arót, úgyhogy nem tudom, Rékának feldíszítjük, üdvözlünk én is Réka, és köszönjük szépen, hogy Józsi eljöhet ezen a napon. úgyhogy igazából ennyi, úgyhogy Józsi jön a jobbomba, ő kezeli a kamerát, és itt van mögöttünk az Amika tulajdonos, és boldog Miniriga tulajdonos, mert őt hoztuk magunkkal észnek, hogy rájöttünk, hogy Józsival ilyen trabantokat, meg éreket a kell ketten is felrakunk, de ez mégiscsak egy Aró terepjáró. Ez az igazi Dacia motoros. A motortérben amúgy egy különbség van, amit már én észrevettem, hogy ebbe kisebb az uborkás üveg, amiben van a hűtővíz. Papírjai egyenlőre, hát ez olyan, mint a feltámadás, hogy hiszünk benne, meg reménykedünk benne, de elvileg amúgy lesznek. Itt vagyunk, megjöttünk az Aróhoz. Nagyon-nagyon jó. Ugye ezt beszéltük, hogy polgárőr autó, gyere Józsi, nézzünk bele. Megpróbálom, bocsi a fényekért, de olyan sok fény nincsen. Úgy is látni fogjátok még, de nézzük, milyen a belseje. Olyan, mint az új. Úgyhogy hihetetlen. Majd kivisszük, csak mindenféleképpen meg szerettem volna mutatni, hogy lássátok, hogy hogy áll. Meg igazából annyi problémája van még, hogy itt a kereke lapít. Egy kicsit. Csak a szokásos módi. Megpróbáljuk ezzel felfújni a kereket, mert örülnék neki, hogyha nem kéne lecserélni. Ez megbirkózna vele. Utána hirtelen megpróbáljuk megmozgatni az autót. Megy bele, nagyon jó. Akkor legalább most nem is kell kereket cserélni. Kimozgatjuk egy kicsit a kocsit, és akkor eldöntjük, hogy legyen benne a tréler. És akkor úgy megpróbáljuk rárakni. Nem fogtok belőle semmit se látni, de megmutatom, amíg fújja a kereket. Nagyon jó. Annyi, hogy át van festve. Azon gondolkozunk, hogy van nálam aksi, nem tudjuk, van-e benne benzin, de megpróbáljuk beindítani, mert most mi bajunk lesz tőle. Igazából volt indítva, elvileg az elmúlt években is, 5 évvel ezelőtt mentek vele utoljára, indítva volt. Úgyhogy megpróbáljuk, próba szerencse. Ha felvezet üzemanyagot, lehet simán beindítjuk. Arany tiszta az olaj. Az oké, hát a kocsi az tényleg nagyon jó állapotú. Nagyjából látjátok, hogy itt mindennek rozsdásnak kéne lenni, mivel ez egy terepjáró, és ahhoz képest semmi nem rozsdás. Hova rakod az aksit? Van benne üzemanyag, érzed? Nem tudom. Pompálgatom. Jön a benzin valahol. Akkor jó. De miért jön? Hogy érted, hogy valahol? Hát itt kifele. De mindegy, akkor van. Micsoda? Hát itt köpi. Ki? Látod? Hol? Ott köpi kifele. Hol köpi? Ott. Hát ez a cső van is ki. Cső, oda van egy kicsit? Hát csak el van repedve. Próbálnám meg rája dugni jobban. Az a visszafordulója. De van rajta, bizonyos. Nem baj, Pepe. Hát neked meg olyan karod van, hogy olyan. Nem akarok eltörni semmit, olyan szép. Jó, nem, akkor... Hagyja, szerintem ez... Nem, el kell indulnia. Hol az aksi? Itt. Merjen csak...
Nézzük meg, hogy ebben megy egyáltalán. Ez Viva Jaksi? Nem mondanám. Ez az egyik Nivában volt. A zöldbe, amiből felépítettem a másikat. Ez mi? Hát gondolom az a pozitív. 1,6 bánál befejezetnek tekintem. És... De gyere át ide, igen. Átmegyünk a másik oldalra. Közben meg... Józsi, gyere már ide, léci, aztán próbálj meg világítani. A beltérvillany felkapcsolódik, amikor kinyitom az ajtót. Felkapcsolódik a beltérvillany? Azért komoly. Akkor nézzük. Nézzél rá. Világít minden is. Próbálj. Mindjárt. Aha, semmi. Nem hittetek nekem. Nem szoktam. Azért ismernek már eléggé, nem szoktam ilyen állapotú autókat még megnézni se. És tényleg csoda. Tényleg az. Nézzük már meg a biztosítékokat, amely itt vagyunk. Mert ugye ez mégiscsak egy Dacia. Mozd be, srác. Aztán nem tudjuk, hogy most vagy az aksi miatt nem jó, vagy... De szerintem jó az aksi annyira, hogy legalább... Jaj. Arany tiszta benne az olaj, úgyhogy igazából múltkor átjöttem, átforgattam, azért is mertük volna nyitani. Amúgy rakd már negyedikbe, Pepe. Várjál. Negyedikbe? Miért? Beraktad? Ha. Megmozgatni? Tologassuk meg előre, meg hátra. Hát, csak egy kicsit. Jövök előre. Először, jaj, várjál. Először. Csak egy főtengely fordulatra. Szerintem már átfordult. Aha, most jó. Már csináltam. Most nézd meg. Addig rárakom. Gyanús nekem ez a... Ez is amúgy. Aha, megvan. Egyből megtaláltam. Mit csinált az ürest? Nem, van rajta egy külön izé. Na takarodj! Álljon ki vele! Jó. Úristen! Ezt remélem metten, Józsi! Úristen! Nem, ilyen nincsen. Az ennyi volt. Aha, ennyi volt az izé. Hogy nyitottad ezt? Ja, előre húzod. Nincs benne amúgy üzemanyag. Nincs benne üzemanyag, meg azért az önindítója annyira nem jó. Van benne üzemanyag. Van benne? Aha, várjál. Aha, jó, mindegy. Hagyjad bennékszes. Jó, megy ez, mint az átbaszolás. Jó lesz. Olyan jó ez a vágókép a popódról. Igen? Nagyon jó. Itt ez a pöcök itt mozog, vagy rossz helyen van, vagy valami van. Ha lenne egy aró specialista itt, egyből... Én valószínűleg az leszek veled együtt majd, csak szólok. Mozgasd az ajtót. Nem. Most próbáld meg. Kéne egy csak... Aha, működik. Most már zárd be, és soha többet ne nyisd ki. Megbeszéltük. Kormánynak feszülj neki jobban, mert amúgy könnyen gurul. Hát nem mondanám azt azért olyan nagyon könnyűnek. Szélozd be jól azt a kaput. Sikerül elháríteni a veszélyt, Pepe? Szerintem igen. Mert akkor ezt gyorsan megoldjuk ugye a benzin problémát, megpróbálunk vele felállni. Nagy gázba. Ha végképp nem sikerül, akkor meg feltoljuk. Nagy gázba. Igen, valószínűleg. Aha, jó lesz ez. Mert ugye az önindítónak meg csak annyi baja van, hogy régóta nem ment, ez egy kicsit bendixes. Lóri, ott. Nézzél be. Igen. Na, azt kell lenyomni, de valami kicsit erőszakosabban. Na, itt a speciális CSR számszín. Biztos. Meg kell majd kányolni. Aha. Várjál. Aha, így. Jó. Várjál, jövök. Csináld? Ne hagyjál gázt! Ja, jó. Jaj, ez a bilincs, ez pont román.
Jó, tehát akkor jön, az a lényeg. Jön. Jó. Szar a gyertya. Nem, ott bent a ciklát. Nincs nálad gyertya, mi? A gyertyát azt nem hoztam. Na, akkor ezt akkor feltoljuk. Jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehettem ennek az Arónak a tulajdonosa? Hát ugye volt egy korábbi vásárlásod, egy Dacia vásárolt. Igen, ezt is láthattátok már. Igen, és a régi tulajnak a repülős barátján keresztül juttam el hozzád. Ők adták meg ugye a telefonszámot, ugye az autóval valamit kezdeni kellett, és akkor felhívtalak. Azt mondod, hogy érdekel, eljöttünk a szép öreg Mercedes-eddel, és akkor megnézted, és most ért oda a dolog, hogy végül is azt mondta a család és a gyerekek, hogy ne tartogassa a pénzért, ezt oda kell adni. Sajnálják, mert sajnálják, tényleg sajnálják, de nem tudják Pestre felvinni, nem tudnak vele foglalkozni, és így én szerintem egy szerencsés vásárlásod lett, a gyűjteményed ezzel gyarapodni fog. Igen, és nagyon szépen köszönöm, a hölgynek már megköszöntem, és tényleg nagyon jó állapotú az autó, úgyhogy be is indult, és szerintem otthon ez be is fog, ahogy Pepére tekintek és mosolyog, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer. Meg indulunk is haza, mert már lassan besötétedik, és már le is kötöttük, úgyhogy csak mindenféleképpen szerettem volna, hogy tudjátok, hogy mégis hogy lehet ilyen autóhoz hozzájutni. Óriási adag szerencse kell, és sajnos kapcsolatok, ami az életben nagyon fontos. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Felhívom édesanyámat, a Trabantos videóban beszéltem vele utoljára, mert igen, ezt várjátok meg. Viszek neked egy Aró terepjárót. Nem sokára ott vagyok. Haló? Letette. Én is nagyon magam alatt lennék, hogyha nem lenne Aróm, de most már van. Azt szeretném kérni tőletek, hogy Instán is, meg Facebookon is jelöljetek már, meg légy szíves, mert ott meg már közben mondták, hogy tök jó lenne, hogyha több jelölés lenne, meg többen ismernének, mert amúgy oda rakok ki állandóan képeket, meg különböző anyagokat, és hogyha szeretnétek, akkor kövessétek az Instámat is, meg a Facebookomat is, ott van a leírásban mindkettő. Hadalori nagyon bonyolult. Official. Igen, Hadalori, tehát tényleg nagyon bonyolult, úgyhogy köszönöm. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ahogy ismerem Pepét, haza megyünk és rakunk bele gyertyát és megpróbáljuk beindítani. Úgyhogy ebbe a részbe lesz valószínűleg, igazam van, Józsi? Valószínűleg igen. Úgyhogy szerintem itt még nincsenek a résznek vége. Az összes szabad időmet tönkre. Édesanyám már vár minket. Remélem, nem seprűvel. Kapcsolva, pesgővel. Milyen szép autót hoztunk. Nagyon fog örülni neki. Majd lefoglalom anyádat. Jó. Mi menjünk be addig. Vettem neked egy terepjárót, úgyis erre vágytál. Édesanyám amúgy most tényleg egy SUV-t szeretne vásárolni. Meglepjük egyet. A 90-es évekből. Gyere, tényleg nagyon jó ez a kocsi, nem láttál még ilyen jót? Azt mondta. Azt üzeni nem is akar. Pedig milyen jó helyen ezt látod, paradicsomok mellett. Nem kell ennyit tekergetni rajta. Hát a Lóri, ez egy terepjáró. Igen, igen. Tehát így terepjáró, így meg nem. Én tisztában mondjuk vagyok. Így se, de így nagyobb esély van rá. Így semmi esély nincs rá, hogy terepjáró legyen. Igen, tárcsafékes. De nézd meg, szerintem a bicikliden komolyabb a tárcsa, mint ezen. Szó szerint, esküszöm. Az egyik biringámon biztos, hogy komolyabb. Van fékpedál? Benyomtad amúgy? Nem mertem még. Hallod, a kajak a fékbetétel nem mentek 5 métert. Mondom, hogy mondták, hogy azt mondta, hogy a fék. Fel van újítva, mind, fék, futó. Látszik, a féknyereg, a kengyel, minden fel van. Nekem nagyon tetszik. Én nekem is. Lackó itt szivat, de csak irigy. Szerintem is. Ez a legnagyobb szöveg most már csak. Van otthon földön egy TDI-m, ne rakjuk bele? Nem csinálunk, nem tesszük tönkre a jó Dacia motor. Ja. Esetleg a TDI-t helyére nem kell egy jó Dacia. Hát lehet, amúgy, hogy Peti járna jobban azon, mert nem ment még szegény 40 ezeres a TDI-vel. Ez legalább ment annyit. Ugyan. Ez bizonyította, a 40 ezeret elfutott. Szerintetek akkor most indul? Pöci. Nem lejön a térre, csak így a...
Adunk rá egy kis szivatót. Jaj! Benyomtam véletlenül a fűtést. Jól megy ott hátul? Gyere! Erről is jól megy. A fék is fog amúgy. Mi bátlan? De nézd már rá hátul, léci! Gyere, mondtam, hogy jó. Gyere. Igen. Csak a hengerek. Gyorsan beállok. Nem amúgy. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtekintettétek a mostani videónkat is. Kérlek, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok. Írjatok le kommentbe mindent róla, hogy megint milyen gyönyörű szép autót vettünk. És iratkozzatok föl, légy szíves. Sziasztok!